Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Tornyai Béla Múzeum legújabb programján, amikor Sára Sándor elfogadta meghívásunkat, Kossuth Díjas filmrendezőről van szó, ugye a Madách Imre Gimnázium tanulói is nagyon jól ismerik már őt, hiszen beépült a tananyagba Gál István filmrendezővel együtt, amit én személy szerint, mint a Gál István Egyesület elnöke nagyon-nagyon köszönök. Ez a rendezvény Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó mini projekt keretében valósulhat meg, és ezt köszönjük szépen polgármester asszonynak, hogy ezt meg tudtuk tenni, hogy meghívhattuk Sára Sándor filmrendezőt. Fogadják nagy szeretettel Sára Sándort és beszélgető társát, Székiné dr. Strémi Melinda polgármester asszonyt. Köszönöm szépen a felkérést, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Sára Sándor filmrendezőt, beszélgető partneremet, és természetesen szeretettel köszöntöm én is a kedves közönséget. Rendező úrnak elmondtam itt a bevezetőben, ahogy a gyerekek érkeztek, a fiatalok érkeztek, hogy egymás után most két napon is találkozunk a legtöbbjükkel, hiszen tegnap egy rendhagyó irodalomóra keretében Madách Imre tragédiájáról beszélgettünk a Balassi Bálint megyei könyvtárban. Ma pedig az a tisztünk, hogy egy picit beszélgessünk arról, hogy mit is jelentett a 60-as években, a 70-es években, aztán ma mit jelent filmrendezőnek lenni, hogyan látjuk ma a magyar film világát, én ilyesmire is gondoltam, és hát természetesen, hiszen ahogy igazgatónő mondta, a mini projekthez kötődően a Gál Istvánnal való kapcsolatukra is kíváncsi lennék én, hogy hogyan alakult vélhetően a megjelent közönség is. Hát ha szabad, akkor az évszámmal kezdem. Születési évszám 1933, két alkotói is, Sára Sándoré és Gál Istváné. Milyen érdekes, hogy néhány hónap különbséggel látták meg a napvilágot, majd a véletlen, ha jól tudom, a véletlen összesodorta önöket. Beszéljünk először erről, hogy hogyan indult ez a találkozás. Azonnal egymásra találtak, vagy valami konkrét dolog hozta önöket össze? Mielőtt konkrétan válaszolnék a konkrét kérdésre, azt mondom, hogy kicsit zavarban vagyok, mert jobb szeretnék tanuló lenni, mint tananyag. De hát igyekszem megfelelni. Gál Istvánnal a főiskolán találkoztunk, párhuzamos osztályban jártunk, ő a rendezői szakot végezte, én pedig az operatőr szakot, tehát voltak, ez azt jelenti, hogy voltak közös óráink, ezen kívül voltak speciális órák külön az operatőrök is, speciális órák a rendezők számára, és mindezt akkor is úgy tudtuk hasznosítani, amikor vizsgafilmeket, illetve évfolyam, igen, vizsgafilmek, így nevezik, igen. Vizsgafilmeket készítettünk, akkor úgy párba osztottak minket. Elmondom különben, hogy amikor én jelentkeztem, akkor 600 jelentkező volt, abból fölvettek 10-ünket, és aztán az első év végére maradtunk 3. És mi lehetett az oka, hogy ilyen sokan érdeklődtek ez iránt, a pálya iránt? Még televízió sem volt, és a filmnek óriási vonzereje, meg társadalmi presztízse is volt. Úgyhogy ez nyilvánvalóan érthető. Meg még azt is mondhatnám, hogy mint egy ideológia is alá volt ez számasztva azzal a mondással, amit állítólag Lenin elvtárs mondott, de valószínűleg Bacsó Péter az egyik filmrendező talált ki. A mondás pedig úgy hangzott, hogy az összes művészetek közül számunkra a legfontosabb a film. Hát egy fiatal ember számára mi lehet? Hát ami a legfontosabb, hát abba kell részt venni nyilvánvaló. Úgyhogy mindeztán. Na és akkor mi a... Tehát 10-en indultak akkor. Év végére 10-en maradtunk. Bocsánat, tehát 10-ből 3-an maradtunk.
És így ők és a rendezők is hárman maradtak, és aztán így kerültünk párban. És az első jelentősebb munkám meg Gál Pistának is, sőt ez dupla páros volt, filmcíme az volt, hogy Tűz a lőrinci fonóban. Ez egy oktatófilm volt, mondjuk a főiskolának annyira nem volt pénz a gyakorlatokra, hogy fölvállalt ilyen munkákat, amiért pénzt kapott, és abból aztán a növendékek művészkedhettünk. Na hát ez a lőrinci fonó, ez majdnem jól sikerült, majdnem sikerült az egészet fölgyújtanunk. Ha már Tűz a lőrinci fonóban, mert ugye én elégedetlenkedtem a kamera mögül, hogy még mindig kicsi az a tűz, amit lát. Ja, hogy még nagyobb tűz kellett volna. Majdnem. Csak egy gépet égettünk el. Az is elég jelentős. De meg ami az oktatásra vannak, azok is mondanék valamit, hogy minket mennyire szabadon kezeltek, hogy engedtek. Hát ugye odaig mi a főiskola kis műtermébe csináltuk gyakorlatokat, hogy valaki bejön az ajtón, benéz az ablakon, sklusz, ennyi volt a világ. A lőrinci fonóban pedig a filmgyár összes lámpáját ki kellett vinni. És akkor én gondoltam, hogy meghívom az Illés Gyurit, aki főtanszakvezető volt, és mégis elmondom neki, hogy én hogy képzelem. Hát a fonóban hogy akkora zaj van, hogy semmit nem lehet mondani. Semmit van, ha nem értjük egymással. Akkor bementünk a művezető kis fülkéjéből, ott már kisebb volt az zaj, és akkor én mondtam, hogy hova teszem a 225-es, 150-es, lámpás, stb. És Gyuri figyelmesen hallgatott, majd a végén azt mondta, hogy hát tudja mit, Sanyikám, nem lesz ez olyan nehéz. Maga meg fogja oldani. Puff, és elment. Erre szokták nőni a mély vízbe, hogyha most a tűzről volt szó bedobva. Uh-huh. Úgyhogy ebből csak azt akarom mondani, tehát még a szakmai tanárok is elég, hogy mondjam, csak szabadjára engedték a növendéket, és abban voltak kíváncsi, hogy mit tud kitalálni, és mit tud megvalósítani. Tehát mire? A fantáziájára. Uh-huh. Mert az a legdöntőbb. Mert az, hogy egy kamerát hogy kell kezelni, melyik gombot kell megnyomni, azt meg lehet tanulni. De a fantáziát teszem annak, hogy az vagy megvan, vagy nincs. De azért azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen ebben a műfajban, vagy ebben a szakmában, hogy a fantázia, az egyéniség ki tudjon bontakozni. Tehát ezek szerint nagyon jó tanáraik volt. Igen, alapvetően ez. Úgyhogy én is későbbiek folyamán, ha egy új gép vagy bármi jött, azt mondtam, hogy azt mondják meg nekem, hogy hol kell belenézni és hogy kell mozgatni. Uh-huh. Többi a technikai rész, tudja az ember azt is, de nem olyan lényeges. Operatőrként indult tehát. Mi vezette ahhoz, hogy éppen az operatőri szakra jelentkezik, nem rendezőnek? Arról, hogy fogalmam se volt, hogy mit csinál egy rendező, vagy mit csinál egy operatőr. Akkor hogy jött az ötlet, hogy erre a főiskolára? Hogy hatodikos gimnazista voltam, és begyújtottam éppen a KH-ba, és egy papírlapon olvastam, hogy a Színház és Filmművészeti Főiskolára szakérettségivel is lehet jelentkezni. Sokan itt már nem tudják, hogy a fiatalok, hogy mi a szakérettség. A szakérettség az, hogy az embert fölvették egy egyetemre, az egyetem mellett még le tudott érettségizni. Tehát nem volt baj, ha nem volt érettségi. Gondoltam, ezt nekem találták ki. Nyerek két évet, mert a középiskolát nagyon untam. Úgyhogy. És jelentkeztem, és kiderült, hogy ez már lejárt. Ez egy lejárt papír. Azért volt már ott a begyújtósok között. Úgyhogy le kellett érettségizni, és akkor... De akkor ez annyira megfogta, hogy... Akkor már kezdett érdekelni, hogy mi lehet ez, ugye? Fényképezett egyébként? Nem. Tehát volt fényképezőgépe? Nem. Aztán a 8. gimnáziumban, akkor, amikor előzőleg én jártam, Aszolton, Jászberénybe, Beretyújkoron, és 8. akkor még 8 gimnázium volt. 8. gimnáziumot végeztem Budapesten, és volt egy osztálytársam, akivel jó barátságba keveredtünk, és azt mondta, hogy ő
filmrendező lesz, és kéne neki egy operatőr. Aha. Mondtam, jó, akkor én meg leszek operatőr. És akkor együtt jelentkeztem. Hát együtt jelentkeztünk, hát akkor elkezdtem ezzel behatóan foglalkozni, akkor egy másik barátom kölcsönadta a fényképezőgépét, és emlékszem, hogy kimentem a múzeumkertbe, és elsőnek lefényképeztem Arany János szobrát, és utána akkor még volt ott, lehet, hogy most is ott van egy ilyen nyilvános WC, és a WC-s nénit fényképeztem le. Ugye két végletet, amit később, ugye úgy akkor voltam tulajdonképpen, ott voltam. Tehát akkor jelentkeztem a főiskolára, a barátomat felvették, engem nem. Hát akkor és akkor mit csinálta a fennmaradó hát szabad idejével? Akkor elmentem geodétának, mert hát otthon ugye, hát otthon tulajdonképpen el se akartam, vagy talán el sem mertem én mondani, hogy színművészeti főiskolára jelentkeztem. És akkor mondták, hogy hát akkor menj Műszaki Egyetemre. És hát akkor kéretlen kellettem, beadtam a felvételit oda is, és csodálkoztam, meg is dühöttem, mert kitűnően érettségiztem, és engem föl kellett volna venni mindenféle vizsga nélkül. És ott de valamiket ottan kérdezgettek tőlem, és ráadásul egy trigonometriából, amit én nagyon kedveltem annak idején, és kaptam egy levezetést, hogy ezt vezessem le, oda mentem a táblához, és fölírtam alá a végeredményt. Azt mondták, hogy de hát honnét tudja maga, hogy az? Hát mondom, honnét, hogy kiszámoltam. De hogy? Hát számolja ki. Mondom, hogy nem számol, ez a végeredmény. Emiatt a filmeság miatt, hál' Istennek nem vettek tőle. De bejártam ehhez a barátomhoz a főiskolára, néha-néha, és akkor találkoztam egy fiatal tanárral, művészettörténetet tanított, és az azt mondja nekem, hogy hát fiatal ember, miért nem jelentkezett, ha már itt van? Hát mondtam, én jelentkezik, csak nem kaptam értesítést, hogy lehet. És kiderült, hogy ez a másnap van az utolsó felvételi vizsga, úgyhogy akkor én gyorsan hazarohantam Turára, a szülőfalomba, és egész éjszaka nagyítottam. És másnap reggel... Mert valami munkát kellett beadni azzal, hát igen, jelentkezni. Úgyhogy, és másnap... És egy nagy befőttes üvegbe tettem bele a képeket, mert még vizes volt minden. És így vittem föl, és egy a barátom, aki a fényképezőgépet adta, annak a lakásában mi úgy szerítottuk a képeket, ma is még csinálják ezt talán, hogy tisztára megpuszoltuk az ablaküveget, és arra föl lehetett rakni a nedves képeket, és amikor megszáradt, az leesett. Na, hát én gyorsan reggel fölraktam ott a képeket, délután 3-ig vagy 4-ig dolgoztam, és akkor mentem a barátom lakásába, és vártam, vagy lenéztem a földre, hogy ott vannak a képek, és nem voltak ott a képek, és föligazítottam, vagy aztán a filmesek mondják, és mindenképp ráragadva az ablaküvegre ott volt. Aha. Nem pucoltam meg rendesen, és az nem elég tiszta, akkor az fölött. És nem dobta le magáról. Úgyhogy egy körömkefével ablakokat be a fürdőkádba, körömkefében simogattam a hátat, akkor leesek vissza a befőttes üvegbe, úgyhogy vittem a bizottsághoz a befőttes üvegbe a képeket. De akkor sikerrel. Akkor felvettek, és akkor én elkezdtem gondolkozni, hogy ez mi lehetett, és rájöttem, hát nem kellett volna nagy lumenség ehhez, hogy 52-ben jelentkeztem először, az a legsötétebb Rákosi korszak volt. Hát, és apám falusi edző volt, tehát remény nem lehetett. Nem volt előny, akkor ez hogy fölvegyenek, tehát és 53-ban, amikor jelentkeztem, akkor viszont Nagy Imrének egy egyszerűbb, tehát egy emberhez méltó programban jelentkezett, no, akkor vettek föl. És emlékszik ezekre a képekre? Biztosan emlékszik a befőttes üvegben lévő, hogy milyen témát hát van, amelyik emlékszem, van, amelyikre nem.
A múltkorában kellett fényképeket előszedni, és elég hanyagul kezeltem tehát őket, és találtam egy képet, és szerintem egy nagyszerű kép. Egy mangalica, slusz. Még egy kis fának a tövezet talán látszik a háttérben, de maga csak a mangalica. Na, ez azt jelenti, hogy mit vesz észre? Miért vettem én észre? Tehát a másféle észrevevés, tehát a másféle módon való rácsodálkozást a világra. Jé, ez itt mangalica. Nézzük meg, mutassuk meg, ilyen egy mangalica. Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember síkból lát, bizonyos irányba lát. Én még mint egy térképkészítő fölülről is látok meg síkból, sőt, még néha a hátam mögé is. Az jó. Nem rossz néha az ember a hátam mögé is lát. Térjünk vissza a Gál Istvánnal való kapcsolatára, hogy itt a főiskolán találkoztak először. Igen, a főiskolán, és hát voltak ezek a vizsgagyakorlatok. A Pisztek rendező szakon volt, igen. És hát jött 56, akkor kellett volna nekünk diplomázni, meg akkor kellett volna bevonulni a hadsereghez is, az nem jött létre, mert a sereg akkor valahogy szétesett. De hát, diplomázni sem nagyon tudtunk, és a Pistának a diploma fölnyéme volt a pályamunkások, ami elég ismert, meg híres film lett aztán. Hát mondjuk az volt az első olyan nagyon lényeges, vagy nagy közös munkánk. Na most 56, hát a főiskola sem működött kezdetben, amikor mi kitaláltuk, hát hatan voltunk összesen, hogy megcélozzuk az európai főiskolákat, hogy két ember kimegy az idegre, két ember kimegy az olaszokhoz, úgy elosztottuk a világot, hogy ki hova megy. Ebből én mentem volna Pistával Olaszországba, de ez se valósult meg. Ebből annyi Pista aztán később kapott egy éves ösztöndíjat, amit két évre kiterjesztett, úgyhogy ő két éve volt. Éppen a római fotóiból nyitottunk meg kiállítást itt a múzeumban. Úgyhogy, de akkor is leveleztünk, és már azt sem tudom pontosan, hogy de azt hiszem én írtam neki, hogy tudom én a Fontana de Trevi-nél felfedeztem azt a beállítási szöget, ahol itt a fényképeztet. Akkor tehát igen. Úgyhogy tehát a képi látásmódunk meglehetősen azonos. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, ami összekötötte, vagy egymásra találtak, mert hiszen később is megmaradt ez a kapcsolat. Vannak olyan munkák, amelyekben aztán ön a rendező, Gál István az operatőr, és fordítva is működött, tehát több olyan munkájuk van, ahol ez a kettősség ott van. Vélhetően azért, mert azonos szemszögből tudták szemlélni. Nagyon egyszerűen akarja meghatározni akkor az, hogy ő is képen keresztül, vagy képekben látta a világot, és azt próbálta képeken keresztül visszaadni, és én hasonló képen voltam vele. Érdekes, De azért összevesztünk. A Sodrásban forgattuk első játékfilmet, és szép jegenyebb hasonló történik egy rövid kis jelenet, és majdnem azonos értékű, hogy innét veszem föl, vagy ide átmozdulok, és onnét veszem föl. Tehát minden egyikünk kötött az evett a karóhoz. És Pista azt mondja a vitájában, csak azt mondja nekem, de én azt akarom, hogy a te képed legyen szép. Aha. Én megmondtam neki, én meg azt akarom, hogy a te filmed legyen jó. Tudtunk veszekedni is. Érdekes lehet talán a fiatalok számára az a stúdiómunka, ami a 60-es, 70-es években, meg még talán később is
zajlott Magyarországon, és ott olvastam arról, többek között ön is egy-egy interjújában megjegyzi, hogy mennyire jó volt akkor filmesnek lenni, akár operatőrként, akár rendezőként. Mit jelentett ez, hogy stúdiók köré csoportosultak? Azt jelentette, hogy a 60-as évek elején részben a fiatal filmesek kezdeményezték, de ezt a politika végül is engedélyezte. Egy játékfilm összegét úgy neveztük el ezt a stúdiót, hogy Balázs Béla stúdió, tehát a Balázs Béla stúdió megkapott. Ez azt jelentette, hogy mi fogadtuk el a forgatókönyvet, hogy a dokumentumok legyen, kis játékfilm legyen, stb. A forgatásban egymásnak segítettük, mi bíráltuk meg, és így tovább. Talán addig ilyesmi nem volt. Ugye ideig az volt, hogy valamit leforgattak, és jött a cenzúrabizottság, és mondott át vagy bét. Persze a cenzúrabizottság nem szűnt meg, mert az idős, maradt. Jó sokáig. Ide is azért betettek egy féket, hogy de nincs bemutatási kötelezettség. Csináltunk, amit akarunk, de nincs bemutatási kötelezettség. Hát ez a cenzúra megfogalmazva. De a lényeg az, hogy a fiatal társaság összejött, voltunk 10-12-en, mi Gállal már idősebbek is voltunk, mert fölöttük jártunk, de Kósa Feri, meg a Szabó Pista generáció, és mi elkezdtük működtetni, meg kitalálni egy működési formát. És ez aztán átment a teljesen szabadon igen. Tudták ezt a formát kidolgozni. És átment a játékfilmstúdiók is, aztán egy idő után már így készültek ez szerint a szisztéma szerint. Tehát volt egy keretösszeg, amit megkapott a stúdió, és egyébként azt önök dönthették el, hogy... Hát úgy nagyjából, hogy milyen irányba. Igen, itt megvolt egyfajta szabadság, de utána ugye a cenzúrabizottságról szólva, az ön filmjei esetén is többször egy-két évig pihentetés volt, igen. És az meg volt, ami több évig, vagy a nagy sorozat, a krónika, csak bizonyos darabjai jelenhettek meg. Hogy élték meg? Hát tulajdonképpen a 10 000 nappal kezdődött, ami Kósa Ferinek volt a filmje, hát az egy két éves Herceg Urca volt, de akkoriban már, és abban például most nagyon sokat segített, hogy minden évben volt kezdetben hol Budapesten, hol Pécset, de később már csak Budapesten egy filmszemben. És az legalább 60-70 nyugati, akkor még így fogalmaztunk, ugye? Újságíró jött, illetve jöhetett, és hát azok tudtak róla, persze, hát levetítettük nekik, hogy mi van, vagy hogy van. És ez a szemle az egy ilyen nagy megmozdulás volt, hogy a miniszter is eljött meg, vagy a miniszter helyettes is. Emlékszem például Vujicic Tihamér, a híres zeneszerző és zongorista, az is ott szokott játszani, és ott volt a Ilku Pál miniszterelnök helyettes, ezek nagyobb rangban voltak, mint manapság. És elkezdte játszani. Vajon mi van a 10 000 nappal? Ezt talán Ilku elvtárs meg tudnám mondani. Hát ez mennyezet leszakadt. Tehát mindenféle dolog hozzájárult, ilyen egy kicsit komikus, kevésbé komikus, és így tovább. Úgyhogy következő az én Feldobott kő című filmem, az csak egy évig volt. Csak. De hát ez szörnyű év volt, mert az embert hol a pártközpontba hívták, hol a minisztériumba. Tehát nem egyszerűen csak pihentették a filmet, hanem tortúra része jó, is volt. Hogy mit hagyjak ki belőle, hogy mit kírjak át, vagy mit forgalmányom, stb. És akkor azt találtuk ki, hogy ilyen kerettörténeteket csináltunk a filmhez. Hát volt, amit nem tudtunk megmenteni jelenet. Például a 10 000 napban volt egy kerettörténet, egy rész, hogy egy nagy hidroglóbuszt kap a T-hez. Persze mi húzza ezt a hidroglóbuszt? Hatögör. Tehát még képbe is lehet itt. Akkor megérkezik ez a T-hez útvonal, és akkor az egyik T-hez, tehát egyik parasztember mondja a másiknak, a mi hősünknek,
hogy te boldog vagy, Széles István. Még mondod egy-két mondhatod. Ez főleg leírva van úgy, hogy te boldog vagy, Széles István. De ez ugyanaz, hogy te boldog vagy, Széles István. Tehát ezek voltak a trükk. A Ferdabot körben is hasonlóképpen hozzá kellett rakni egy kerettörténetet, meg egyet újra is kellett fel kellett venni a jelenetet. Ennek arról szólt, hogy az én filmemben, hogy a főszereplő fiatal fiú geodéta munkálatok közben összejön egy görög partizánnal. És ez egy nagyon tiszta ember, ez a görög partizán. De a TS szervezés kapcsán agyonverik a parasztot. Véletlenül, de agyonverik. És megy egy nyomozás után. És jön a nyomozó, fölkeresi ezt a kis geodéta csoportot. Van egy rajzoló, és van egy öreg rajzoló. És azt kérdi a rajzolótól, hogy az elvtársnak vannak külföldön rokonai? És mondta, hogy igen, van egy testvérbátyám Jugoszláviában. Jugoszláviában? De Tito átkozott, Tito az indökségük. Láncos kutya. Jugoszláviában? Miért ment oda? Nem ment, ott született. Tehát mi azt, hogy fasnyunkat fogtuk, hogy ezt ki tudtuk találni. Ez nem lehetett átadni. Még az ilyen ártatlan célzások, Trianonra, vagy bármire, az nem lehetett. Pedig ugye alapvetően azt kommunikálta a Kádár rendszer folyamatosan, hogy mutassuk meg a valóságot. Már mi megmutattuk. Ugyanakkor, néha, hogyha a valóság a maga nyersességében jelent meg, azt viszont már nem viselték. Igen, ha a valóság nem, valóság nem egyezett az elvtársak elképzelésével, Akkor gond volt. Nagyon sokszor az ember, vagy én azért is kezdtem el dokumentumfilmeket is többek között, mert az érveléseik között szerepelt az, hogy maguk elvtársak ott a kávéházban mindenféle történeteket kitalálnak, az életben ez nem így van. Uh-huh. Akkor hoztuk a dokumentumfilmet, az életben ez hogy is van. Uh-huh. És erre hogyan reagáltak? Hát hogyan? Én mondtam az egyik főcenzornak egy alkalommal, hogy ide figyeljen, egy játékfilmből ki lehet vágni egy jelenetet, vagy kicsit másképpen lehet forgatni, mondom. Egy ember életéből nem lehet kivágni se egy évet, se két évet, se négy évet. Ez főleg a dokumentum, nem mindig 56-ra vonatkozott, igen, ugye az egy neuralgikus van többek között. Aztán később ez már szelídült annyira, hogy voltak egyértelmű tabu témák, amiről nem esetett szó. És egyszer én az egyik cenzornak mondtam, hogy ami nagyon kötözködött egy jelenetben, mondom, ide figyeljen, akkor hagyjuk ezt. Már nagy, mert nem az elején volt ennél van. Hagyjuk ezt. Mostanában én láttam egy embert keletről, egy ilyen furcsa kopasz kicsit, de olyan furcsa fót van a fején, volt a Gorbacsov. Yeah. Az már más úrakat penget, más mond, mint maga. Én megvárom, hogy ide jön, és akkor újra vegyük elő a filmet. Hát tulajdonképpen így történt. És akkor utána valamelyes kompromisszumok után kikerülhetett a dobozból az adott film, és le lehetett vetíteni. Volt-e olyan film, ami egyáltalán nem kerülhetett a közönség? Nem, olyan nem volt. Elég hosszú ideig a II. Magyar Hadseregről szóló krónika. Annak csak egy-egy részét engedték be. Igen, ugye az 25 réteg volt, részes. És elkezdték vetíteni, és a harmadik, de azt hiszem az 5. film után kitört a botrány. Tudnék, addigra már volt egy-két ember, akik fölhívták a szovjet nagykövetség figyelmét, hogy nézzenek ma oda, hogy mit vetítenek a magyar televízióban. No, oda néztek. Abban a pillanatban. Abban a film vetítése, ankétoztak, ankéton próbálták elmondani a folytatást, de az nem ment. Valamit mégiscsak levetítettek.
És az emberek várták a folytatást? Tehát hát várták, hát meg volt hirdetve, hát az úgy kezdődött, hogy Krónika 25 per első rész. Krónika 25 per 3, az is lemenne. Hol a többi? Hát ezt mindenki tudta, egyértelmű volt. És ennek odáig ment, hogy tudták kötni a könyvvilága, aki olyan könyvismertető volt, annak a, egyszer a címlapján egy nagy fotó volt, mert könyvbe is meg akarták jelentetni. Egy nagy fotó volt a második magyar hadsereggel kapcsolatban. A könyv megjelent volna, ki volt nyomtatva 80 ezer példányban, azt bezúzták. Néhány példán úgy maradt meg, hogy amikor vitték az uzdába, kinyomták kinyomták az összes, én nagy bálákba húszolásznak a könyvet, annak a közepét, és kicserélték le névtárs összes műveire, úgyhogy néhány megmaradt. Ja, értem. Tehát a középső részt kikapták. Igen. Úgyhogy az tulajdonképpen a rendszerváltozás. Aztán nem is kerültadásba csak, amikor kimentek az oroszok utána, az követően, nem? Hát a rendszerváltozás után ment le teljes egészében. Lement előtte is ilyen nyögvenyelve aztán, hogy itt valamit, az még kedves út, hogy ugye, nyilván, hogy a televízió igazgató ezt nem láthatta. Ezt a 25 rész. Hát illet volna neki, de nem látott semmit. Gondolom, megkérdezte az aligazgatót, te láttad? Nem, ő se látta. Eljutottak odáig. Így ment lefelé. Így ment lefelé az osztályban, aki látta, de egyetértett vele, elfogadta. Úgyhogy szerintem az is megmentésben részlet, hogy 25 részes volt. Nem volt türelmük végignézni. Igen, akkor az 3 vagy 4 részes, akkor biztos, hogy eleve végignézik. És aztán hát ilyenkor volt az is, hogy mert bizonyos dolgokat ki kellett vágni, az más kérdés, hogy utána visszaragasztottuk, mert a vágók ott álltak, de valamit nem lehetett visszaragasztani. Hát, és akkor az ember azon töprengett, hogy azok majdnem mind órás, másfél órás filmek voltak. Hogy ha én ebből kivágok 3 percet, az megéri azt, hogy a többi lemenjen. És hát én úgy gondoltam, hogy ez adott esetben megér annyit, hogy... Tehát így tettem érlegre. Tehát meg néha volt menthetetlen, vagy már az én szempontomból is, ugye, mert egy történetet vagy egy eseményt én akkor tettem be, hogyha ketten, sőt hárman ugyanazt, nagyjából ugyanazt mondják arról el. Ez kicsit hasonló ahhoz, mint a Hősi halottaknál is megvan szabva, hogy 2 vagy 3 ember kell állítsa ugyanazt, és akkor lehet azt mondani, hogy Hősi halott lett belőle. De például volt egy olyan történet, hogy egy tanksázadnak, a parancsnak, tüzér mondta, hogy támadást kaptak, jöttek az orosz tankok, és a tankokra magyar sebesült hadifoglyok voltak fölkötözve, hát lőjél rá. Nyilván. Meg egyáltalán ez egy szörnyű dolog, ezt egy ember mondta el, többet nem tudtam odaállítani, hogy ezt tehát ki kellett válni. Tehát voltak ilyenek. Hogy az a vádi, hogy nem hiteles a történet. Van-e olyan film, akár a dokumentumfilmek között, akár a játékfilmek között, amelyikre azt mondja most így visszatekintve, hogy a legkedvesebb valami miatt? Hova tovább, mindegyik, mert már nem készítek filmeket. Amíg az ember készített, mindig mondhatta azt, hogy a következő. Az a kedves. Most már ezt nem mondhatom el. Tehát mindegyik igazából. Mindegyikhez kötődik valami élmény a forgatás során. Kevés filmet készítettem. Más operatőr, ennek ötszörösét, mégség többszörösét. És ennek mi az oka? Az, hogy én elolvastam a forgatókönyvet, és akkor megítéltem, hogy
Tehát jó. Nem akármihez adta a nevét. Hogy sokszor bonyolult történeteket kellett kitalálni, hogy ne sértődje meg az, akinek az ember visszaadja a forgatókönyvét. És rendezőként milyen témához nyúlt szívesen? Hát csak ahhoz, amit alaposan ismertem. Foglalkozott a magyarság történelmi kérdéseivel, akár itt a második magyar hadsereg. Hát a második magyar hadsereg, igen. Kapcsán. De akár az elszakadt területek. Nem, nem. Egy játékfilmet szerettem volna készíteni a Madéfalvi történetből. Ugye, tehát amikor a székelyeket egyszerre akarják kényszeríteni a katonaságra, meg az adófizetéseiség külsők ellenállnak, és persze közéjük lőnek. Mondjuk ez az alaptörténet, de ebben azok a tanulságot, amit 1956 jelentett, meg 1968 jelentett, azok jöttek volna át. Hát ez semmiképpen nem sikerült átvinni. Ehelyett aztán kicsit kalandosabb formában mégiscsak csináltam egy történelmi filmet, ez a 80-20-án azért maradt. Hát és a második magyar hadsereg az utána hozta magával a gulág történeteket. A nők a gulágon. Igen, ez egyik téma szorosabb volt, mint a keményebb volt, mint a másik. Egy kicsit evezzünk a jelen vizei felé. Valóban a magyar filmtörténetnek az a korszaka, amelyben ön a gerincében alkotott, én aztán lehet azt mondani, hogy egy kiemelkedő korszaka, időszaka volt. Hogy látja a 21. századi magyar filmet? Van ilyen? Úgy látom, hogy nem látom. Úgyhogy kevés filmet is láttam, de hát mérvadó barátaim szerint is alig-alig van. Hogyan lehetne kilépni ebből? Hát például, hogy vissza kéne térni ahhoz a szisztémához, amiről itt az elején beszéltünk, hogy műhely munkába, stúdió munkába. Most ilyen bonyolult pályázati rendszerek vannak. Hát egy, sőt. Már én nem ismerem mélységeiből a rendszer. Gyakorlatilag egy pályázati rendszer van. Nemzeti alapnak hívják, oda lehet pályázni, és ennek a feje egy Andy Vajna nevű úr, aki töri a magyart, és ugye a Hollywoodban csinált egy-két filmet, mint producer, és ő jött, hogy majd rendbe teszi a magyar nemzeti filmgyártását. Ez egy nonsens. Másképpen kell csinálni. Újra kell gombolni a mellényt. Mert biztos, hogy lennének most is olyan tehetséges fiatalok, vagy vannak olyan tehetséges fiatalok, akikből kiíthetne egy újabb nagy generáció a filmes világban. Így van, Ír Gyulának van egy mondása, már nem is pontosan emlékszem, hogy mivel kapcsolatban mondtad, de ez úgy szól, hogy a magyar anyák most sem szülnek tehetségtelenebb gyerekeket, mint régen. Biztos, hogy jelen vannak, vagy lennének itt is a tehetséges filmrendezők. Meg kisebb-nagyobb amatőr filmfesztiválok vannak, meg megszüntették a szemlét, amiről beszéltem, hogy ez mennyit segített a magyar filmeknek. Kész a magyar film, hogy nem ismerik külföldön, ennek is következménye. Itthon sem ismerik. Igen. Nem, tehát, hogyha... És ebben az is benne van, hogy nem fontos. Az én időmben még gúnyorosnak számító idézettel mondtam, hogy a összes művészetek közül számunkra a legfontosabb a film, ez már nem áll, nem állja meg a helyét. Utána jött a televízió, hogy az a fontos politika számára, ahol hatni tud, ahol meg tud jelenni. Őt nem érdeklik a történetek, a színészek, a politikus, ő szerepeljen. Hol tud szerepelni, aminek hatása van. Filmekben ott egyrészt be se veszik, tehát marad a televízió, meg marad az internet. A televízióról jut eszembe, hogy van televíziós múltja is, nem is akármilyen, hiszen a Duna Televízió indításában ott volt. Ezt hogy élte meg ezt az időszakot? Hát nagyon nehezen, és hát azt kell mondjam, hogy 7 év a filmkészítési időszakomból az teljesen kiesett.
mert ez kemény reggeltől estig tartó munkát jelentett. De tulajdonképpen a más formában is, de a Duna TV-nél is egy közös vagy egy műhely munka volt. Tehát volt nekem négy olyan munkatársam, akivel el tudtam, vagy elmehettem az erdőbe akár, és az egy televíziónál annyi elég, a többi már igazodik. És hát világos volt számunk, hogy mit akarunk, miért sugározunk, hova, kiknek. Azokkal, és óriási áttörés volt. Hát igen, azokkal tartottuk a kapcsolatot, mi ankétokra jártunk, Délvidékre, Erdélybe, Felvidékre, mindenhova. Tehát részben azt adtuk, nyújtottuk, amit a közönség is kedvelt. Részben tudtuk, hogy hol milyen jellegű hátránya van éppen az összeszakítottság miatt. És hát közösen csináltunk egy emberi televíziót. Ugye? Igen, pontosan ez különböztette meg a többitől, hogy az ember közeli volt, ember központú, az emberrel foglalkozott, és nem arról szólt, amit sajnos majd minden csatornán megélünk a mai napság, meg főleg, hogy nem csak az, hogy magyar filmet nem nagyon látunk, de igazából olyat, amit szerintem Európában máshol se vesznek már meg, vagy úgy utána dobják az embernek. Ugye azt mondta, hogy nem nagyon néz filmet, nem tudom mennyire néz ma televíziót. Mi a véleménye arról az agymosásról, ami így a tévén keresztül történik? De én ennek nevezem, tehát ezek az utánunk dobott hollywoodi filmek, a thrillerek, a mit tudom én, milyen akciófilmek, a bugyuta vígjátékok, hova megy a filmes világ, hogyha ha ezen neveljük föl a következő generációkat? És mit tudunk tenni? Mit lehet tenni? Hát a fiatalokon áll a jövő. Ugye nekik kell kitalálni, segíteni tudjuk, ha valamit kitalálnak, de nem az idősebbek fogják ezt megtenni. Én is annak idején nem az idős generációtól vártuk, hogy mi legyen, mit csináljon és hogy csinálják, hanem elkezdtük a gyakorlatba csinálni, és saját magunk kiműveltük, kikalapáltuk, hogy az milyen legyen. Tehát ne adják föl a fiatalok, hanem a lázadó szellemükkel menjenek ne adják előre. De most is vállalt azért olyan feladatot, amivel én úgy gondolom lehet hatni a magyar művészetre, a filmművészetre. Mire gondolom? Hát a művészeti akadémiai. Hát az is egy próbálkozás, igen, hogy létrejött a Magyar Művészeti Akadémia, ez egy nagy dolog különben, de hát ez még majd most kezdi kiforni, vagy megtalálni. Minden esetre egy fórum, meg egy lehetőség kultúra egészen számára, nem csak a filmesek számára. Tehát lát ebben olyan esélyt, lehetőséget, amivel ezt a kereket meg lehet lendíteni és átlendíteni a jövő generációi számára. Igen, épp a napokban ültünk össze páran, és mondtam, hogy ugye már ez az idegen úr, ez a kormánybiztosként szerepel, hogy először is legyen már végre elszámoltat, hogy mit végzett, mint kormánybiztos. Másodszor pedig mi nézzük meg azt a nagyon kevés filmet, ami ezzel alatt a 4 év alatt történt, és mondjuk el, hogy ebben mi jó, mi nem jó. Főleg azt tudjuk majd elmondani, hogy mi nem jó. De ez az építő kritika, ami előre viheti a jövő generációját. Mi az, amit üzenne a itt ülő fiataloknak, a jövő filmeseinek? Hogyan lépjenek erre a pályára? Mert biztos, hogy van közöttük olyan. Hát, idéztem most is bevillani Lény Gyuri tanáramat, hogy Sanyikám, nem lesz ez olyan könnyű, de nem is lesz nehéz. Hát legyen ez a végszó, és én bízom benne, hogy sok olyan fiatal lesz, aki azt a szemléletet és azt a gondolkodásmódot fogja képviselni, nem csak a filmben, hanem az élet más területein is, amit Csára Sándor. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, én is.